Sziasztok! Péter azt kérdezte tegnap, hogy ha így haladok Jakabbal, akkor mikorra fogom befejezni? Talán akkorra, mikor hazamegyünk június végén innen Írországból. Hát sok igazság van ebben, mert lehet, hogy sokáig fog tartani. Olyan témák vannak benne, és olyan kifejteni való dolgok, amit nem lehet átugrani olyan egyszerűen. Így ma is az első sorral fogok foglalkozni, és azzal, amit Jakab az első sorban mond a levelében. Ez pedig így hangzik. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. Üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy a levelnek a címzettjei, a 12 törzs, a zsidóság, akik hitre jutnak Krisztusban, és messiás hívő zsidóknak hívják ma is magukat ezek a zsidók, és nekik íródik ez a levél, és magát pedig Jakab, Jézusnak a testvére, ugye féltestvérét mondtam az elmúlt videókban is amiatt, mert ugye az anyai vér összekötötte őket, viszont az apai vér szerint Jézus Istennek a fia, Istentől fogant, míg Jakab ugye Józsefnek a fia. És ezért mondom őket féltestvéreknek. És érdekes módon Jakab nem nevezi magát meg úgy ebben a levélben, hogy Jézus Krisztusnak a testvére, hanem egy sokkal alázatosabb jelzővel illeti magát, amit majd ki fogok fejteni. De először, amit mond, hogy az Úr Jézus Krisztusnak, ez az Úr kifejezés azért nagyon fontos, mert abban az időben a császárt lehetett úrként imádni és tisztelni, neki lehetett adni ezt a nevet, ezt a jelzőt, ezt a titulust. Ez a legmagasabb titulus volt, ami adható volt, ami ugye isteni rangra emelte a császárt is, és de itt ebben a levélben ugye Jézust magát, és érdekes, hogy ez egy ilyen jelzője volt a keresztényeknek is abban a korban, arra vonatkozóan, hogy volt egy nap, az Úr napjának nevezték ezt, a császár rendelte el ezt a napot, amikor a birodalomnak a népe, az alattvalói odajárultak a szobrához, és istenként kellett meghajolni, illetve a jobb kezüket felemelni, és kiáltani, hogy a császár úr, és ha valaki ezt nem tette meg, akkor ugye halál büntetés járt érte, és a keresztények itt buktak le abban az időben, hogy ha ezt nem tették meg, nem borultak le előtt, a szobor előtt, nem mondták úrnak, akkor ez egy jelzője volt annak, hogy ők más úrt tartanak, úrnak, Istennek, és ők nem tarthatnak más urat, nem tisztelhetnek mást Istenként, csak Jézus Krisztust. Ezért ez a kifejezés nagyon fontos. Egy zsidó hívő szájából, aki ugye a zsidók a monoteizmusukról, az egyisten hitükről voltak híresek, az egyetlen nép volt, akik monoteisták voltak, egyisten hívők voltak, és csak egy Istent imádtak. Ezért nagyon fontos az, hogy egy zsidó ember úrnak nevezi Jézus Krisztust, és Istennel egyenlővé nyilvánítja ki őt. És ezért vállalta ugye Jakab is, és a többi tanítvány is a mártírságot, ahogy tegnap azt elmondtam, és ezért bizony halálbüntetés járt abban a korban, ezért különösen fontos ezt megemlíteni, hogy ebben a levélben Jakab így hívja Jézust. A Krisztus név ugye nem Jézusnak a vezetékneve, mint ahogy sokan azt használják, vagy gondolják, hanem a Krisztus is arra utal,
hogy a jelentése felkentett jelent, ugye ez a héber messiás szó, a felkent királyt jelenti, azt jelenti, hogy felkent, és inkább úgy lehetne hívni Jézust ezek alapján, hogy Jézus a király. Talán ez még érthetőbb lenne nekünk, így magyaroknak, a Krisztus szó helyett. És ez is kifejezi azt, hogy Jakab mit gondolt Jézusról, kinek tekintette őt. És azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a szolgája. Ez nekünk nem sokat jelent már mai embereknek, de abban a korban ez a szó nem csupán szolgát jelentett, hanem egyenesen rabszolgát jelentett. Egy olyan szó volt, olyan szót használ Jakab, ami egy megvásárolt szolgát jelent, tehát rabszolgát. És azt mondja Jakab, hogy ő úgy tekint magára, mint Jézus Krisztusnak a rabszolgájára. És nem él más megszólítással, vagy más bemutatkozási lehetőséggel Jakab, hanem ezzel él, hogy Jézus Krisztusnak a rabszolgája, akit megvásárolt Jézus Krisztus. És érdekes, hogy a Bibliában éppen az emberek ugye magukra vállalják ezt, Pál apostol is, és a többi apostol is, például Júdás is, aki Jézus másik testvére volt, ezt a címet vallja magáénak, hogy Jézusnak a rabszolgája, viszont az írásokban ugye a megváltás alatt, ugye beszéltünk Rút könyvével kapcsolatban, hogy a megváltás az tulajdonképpen olyan dolog, ami a mi megváltónk, az nem csupán törvény szerint váltja meg az embert a bűnnek, a büntetésétől, a haláltól, hanem egy olyan megváltóról van szó, aki feleségül vesz, aki szeret, aki nem ezüstön és aranyon vásárolt meg minket, hanem az ő drága vérén. És nem azért, mert kötelessége volt, hanem azért, mert szeret. És a Biblia szerint ő Isten Jézus Krisztus miatt a barátainak, az örököseinek, a gyermekeinek és fiaknak nevez bennünket. Nem szolgának, sőt Pál azt mondja a levelében, a Galata levélben, hogy nem szolgák vagytok, hanem fiak, és mivel fiak, ezért örökösök is, örökösei Istennek. Szóval mégis ez a Rút levelében annyira jól megmutatkozik az, hogy Jézus hogy váltja meg az övéit, mivé váltja meg, hogy a gyermekeivé, az örököseivé, a mennyasszonyává tett bennünket. Az ige szerint mi vagyunk az ő mennyasszonya, akiket megváltott az ő drága vérén. És érdekes módon, hogy Jakab is és a többi apostol is önként vállalja ezt a megnevezést, hogy Jézusnak rabszolgája. Mert aki téged felszabadított, pontosan a bűnnek a rabszolgasága alól, annak te önként odaadhatod az életedet. És akarod, hogy ő legyen az ura az életednek. Mert tudod, hogy ő egy olyan úr, aki szeret. Egy olyan úr, aki az életét adta érted. És nem egy rabszolgatartó Istenről van szó a Bibliában. És Jakab felvállalta ezt a címet. És azt mondta magáról, hogy ő mindenét odaadja ennek az Úrnak. És azt hiszem, hogy a cselekedetekkel kapcsolatban és a hittel kapcsolatban ez a felállás van. Hogy
te kaptál valamit Istentől, megkaptad az üdvösséget, és úgymond Jézus Krisztus által az ő munkájából csupán öletbe hult az örök életnek a lehetősége, öletbe hult a bűneidnek a bocsánata, azért, mert Jézus Krisztus felvállalta a bűneidnek a büntetését helyetted. És az, hogy te ezért odaadod cserébe az életedet, és rabszolgaként tekintesz magadra, szolgaként tekintesz magadra, úgy, mint aki szolgálja ennek az Úrnak, ez a te szabad akaratodnak a döntése. És kívánom nektek, hogy tekintsetek így Jézusra, ahogy Jakab, az ő testvére. Tekintsetek rá Úrként, aki ezért vállalod az összes szenvedés, ami ezzel jár, a mai világban főleg. Tekintsetek rá úgy, magatokra úgy, mint az ő szolgái, az ő rabszolgái, akik átadtok neki mindent az életetekből. És tekintsetek rá úgy, mint aki nem ezüstön és aranyon váltott meg titeket, hanem az ő drága vérén, azért, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Adjon reménységet ez a vers, és ez az ige a mai napra mindegyikőtöknek. Sziasztok!